és én minden évben gyermeki rajongással, csillános, rózsaszín tervekkel, elképzelésekkel várom, mert karácsony számomra egy igazi csoda. Melegséget árasztó hangulatával, kedvességével, apró kis ajándékaival. Igazi szép tündérország, sok kedves és szerető szívvel. Ilyenkor egyszerűen nem szabad bántania embernek az embert. Szeretem, hogy ebben az időszakban mindannyian kicsit jobban törődünk egymással, jobban ráérezzünk egymásra, hiszen ez nem is csoda, az elmúlt hetekben résen voltunk. Figyeltünk a másikat, hogy minek is örülne, mivel is lephetnénk meg egymást a karácsonyfa alatt. És szeretem, hogy ilyenkor valami nagyon szépet ünnepelhetünk. Az Úr Jézus születése napját. Igaz, hogy sokszor elvész a sok csomagoló papír és a masnik között, de a legfontosabb dolog, ami ezt az ünnepet különlegessé teszi, az mégiscsak az, hogy arra emlékezhetünk, hogy Isten megajándékozott minket, és nem is akármit kaptunk tőle, a legnagyobb ajándékot, mert Jézus a legnagyobb ajándék. Most itt vagyok, Uram, és érzem, ahogy a hála eltölt egész a talpamtól a fejem bubjáig, és köszönöm neked az idei karácsonyt, köszönöm az együtt töltött időt, köszönöm a közös próbákat. Köszönjük neked, hogy eszközeid lehetünk, és hogy adhatunk belőled valamit az embereknek.